Matricára firkált felirata a Szexádi Babics Kulturális Központ ajtaján. Három férfi rongálta meg összesen több mint 50 alkalommal, ilyen és ehhez hasonló falfirkákkal a Tolnai megyeszékek közintézményeit. Tettükért 51 rendbeli rongálásért kell hamarosan bíróság elé állniuk. Ezen kívül még nagyjából 100 rongálás miatt indult ügyön dolgoztak a Szexádi rendőrkapitányság munkatársai tavaly, míg korábban ilyen bűncselekményekből mindössze hozzávetőleg 50-et regisztráltak évente. Jól mutatja ez a példa, hogy mitől nőtt a Szekszádon regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban. Ezt mondja a helyi rendőrkapitányság vezetője. Pilisi Gábor szerint az erről néhány hete megjelent újságcikk nem vette figyelembe, hogy milyen típusú szabásértésekből regisztráltak többet. Nem arról van szó, hogy több vagy sok elkövető különféle rongálásokat követett el Szekszádon. Megrongálták a buszpályaudvart, közintézmények ablakát verték be, autókat karcoltak meg, vagy tettek tönkre, mert az azért más ö, megítélés alá esne, ilyen történt volna, de nem. A rongálások a kiemelt bűncselekmények közé tartoznak, vagyis ezek megjelennek az összes bűncselekmény, a közterületen elkövetettek és a kiemelt bűncselekmények között is egy-egy ilyen rongálás sorozatát óriási tud rontani az éves statisztikán. A szexádi rendőrkapitányság vezetője szerint ráadásul ahhoz, hogy helyes következtetéseket lehessen levonni, nem lehet egyetlen évet kiragadni. Ehelyett rendeket érdemes elemezni. Ha több éves viszonylatban nézik a szexádi rendőrök munkáját, akkor sok bűncselekmény típus csökkenő tendenciát mutat. A vagyon elleni bűncselekmények, amelyek a lakosság magánjavait érinti, Visszahúzódóban vannak, lopások is. Nem beszélve arról, hogy a súlyos megítélésű rablás bűncselekménye, amely egyszerre vagyon elleni, egyszerre személy ellen is, ebből egy történt. Mutatjuk ábrákon is, hogy alakult néhány bűncselekménytípus több éves viszonylatban szexárdon. Ezen a diagramon látszik, hogy 2015 óta folyamatosan csökken a lakásbetörések száma. Ezzel szemben a nyomozások eredményessége évről évre nő, ezt jelöli a vékonyabb sárga csík. Hasonló a helyzet a testi sértésekkel is. Ezekből 2016 óta van egyre kevesebb, míg a felderítésük ez idő alatt 87-ről közel 99 ra nőtt. A szexádi rendőrkapitányság egyébként a megoldott bűncselekmények számát tekintve a megyei jogú városok kapitányságait rangsoroló listán a legjobbak között szerepel.